489 volt ma este. Át is adom a szót Dobos Barnának, a Dunajváros vezetőedzőjének, hogy értékelje a mérkőzést. Gratulálok a Ferencvárosnak, megérdemelt elnyerte a mérkőzést. A teljesen fél időben volt egy-két lehetőségünk, amit nem tudtunk kihasználni, és ezáltal nem tudtuk szorosabbá tenni a meccset. Kérdések? Hivatkozom a Sportriport magazinból, az online.com-tól. Kicsit a Dunajvárosban azt érzem, hogy lennének lehetőségei ennek a csapatnak, csak valahogy a góllövéssel labdában nem tudjuk, hogy egy kicsit számolunk, öt meccsen még hova sikerül lesz. Ezen milyen esélyek van, hogy változtasson a csapat? Mert ez egy kicsit így nagyon-nagyon kevés. 450 perc alatt egyszer sikerült betalálni. Mi az oka ennek? Az egyik oka az, hogy a mérkőzéseinket szinte mindig idegenbe játsszuk. Azért ez nagyon nagy hátrány, különösen dunas csapatnak. Ez most így is fog történni egy jó darabig. Körülbelül a 10. forduló lesz az 11. amikor otthon tudunk játszani. Addig meg kell próbálnunk minél több pontot összeszedni. Bízunk benne, hogy sikerül. Nem egyszerű így kezdeni az NB1-es bajnokságot újoncként, hogy egy mérkőzésünk volt úgymond semleges pályán eddig. Ennek ellenére, mint láttad, voltak lehetőségeink, helyzeteink. Bízunk benne, hogy minél hamarabb felveszünk a ritmust, és ezekből be fogunk majd azért találni. Nekünk az a célunk, hogy egy bravúra a két csapatot megelőzzünk ebben az osztályban. További kérdés? Hát a csapatnak a magja most már együtt van, mert ugye lassan három éve kezdtük el az egyesületet építeni, itt a harmad osztályból jöttünk föl. Nekünk nagyon nagy feladatunk az, hogy felépítettük azért az utánpótlást is. Nagyon nagyon tudjátok, megszűnt a futball teljesen, a gyerekfutballat is, most minden korosztályunk van. Most majdnem 400-an vagyunk, akik aktív játékosok. Azok olyan 370 körül. Tehát nagyon sokat dolgoztunk az egyesületben a munkatársaimmal, meg a vezetőkkel, hogy ez fölálljon. Bízunk benne, hogy ez hosszú távon működik. A szakmára kérdezik, a mai meccsi kérdezik, hogy ezt a fajta mérkőzést mennyi idő alatt lehet megkönteni ezt a játékosokkal? Folyamatosan építettük a csapatot, tehát nekünk ez egy hosszabb távú dolog. Most több új játékosunk van, őket be kell építenünk, és reméljük, hogy ezt minél magasabb szintre tudjuk vinni, hogy minél masszívabbak legyünk. De ami az előző kérdés volt, ugye az a nyitja itt a dolognak, hogy volt kell rúgni. Következő kérdés? Jó, csak András, meg a csapatitok. Az első kérdés, ezt csatlakoznék ugyanis, hogy elképzelhető az, hogy még igazolnak volna a csatát, például már a végleges teret. Mi szeretnénk erősebbé tenni a csapatot, hogyha erre lesz lehetőségünk, akkor megtesszük, de ezt folyamatosan ezt tesszük. Most a nyáron nagyon rövid időnk volt erre, nagyon rövid volt a szünet. Ez gazdasági kérdés is egyébként, hogy mennyit tudunk erősíteni. Most a mi erőnket nézve próbáltuk ezt megtenni. Mindig szeretnék. Kicsit hangosan, hogy Orosz Márk és Józsi Lukák azon jelősítés a Dunajvárosnak, mert rögtön a kezdőbe kerültek, hogy várhatunk be, hogy még erre a rövid sárkigazási időszakban még valaki érkezik, és akkor még stabilabb lehet a csapat. Igen, hát ez egy fontos volt, ők is a végén a csapathoztak be, tehát már ment a felkészülés, ennek ellenére valóban igen, ők NB1-es szintű játékosok, reméljük, hogy nagy erősítést fognak jelenteni. Mint az előbb elmondtam, hogy mindig szeretnénk, ha lesz erre a lehetőségünk, megtesszük. De ez most független attól, hogy állunk, folyamatosan szeretnénk építkezni. Ahonnan mi jöttünk, nekünk egyértelműen az a célunk, hogy hosszú távon legyen, működjön az egyesület, amit az előbb a Gyuri bácsinak is mondtam, hogy számunkra az egész egyesület lényeges. Következő kérdés. Kovács László, hogy pontunk ebből a dolgokban egy Zsótér Donát Donát
Tehát ugye egy nagyon fiatal ember, amit kölcsön vettük a Videotoktól. Az első fél időben volt egy olyan, különösen az elején egy olyan periódus, amikor eltűnt, de aztán szépen magára talált és egyre veszélyesebb tudott lenni. Kellenek neki ezek a mérkőzések az ilyen légkör, amin egyértelműen kiteljesedhet, és hogy ez már rajta fog múlni akkor, hogy milyen jó játékos lesz. Reméljük, hogy meghatározó játékos lesz majd Magyarországon. Következő kérdés. Vejsz már tanokszakfokból. Azt szeretném kérdezni, hogy a képet ugye, vagy a meccsképét egyértelműen a Ferencváros dominálta, és az első fél időben Fradi vezetéskor is volt, hogy 6 védő állt vonalban a Dunai Város 16-os előtt. Tudatos volt, vagy egyszerűen tényleg ennyire beszóltak és nem tudták labdát szerezni már a középpályán? Az első fél időben elkövettük azt a hibát, hogy nem támadtuk meg azon a labdás, itt volt egy-két játékos, aki ezt nem tudta megtenni. A második fél időben már ez sokkal jobban működött, azért is tudtunk kijönni, ez volt az oka végül is annak, hogy úgymond jobban a kapunkhoz szorultunk. Következő kérdés. Ha annyi sok kérdés, akkor megköszönjük Barnának, további sikereket kívánunk és jó utat hazafelé, és nem sok előjön Tamásnak.